Tavasszal egy olyan élethelyzettel kellett szembenéznie a társadalomnak, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Beszűkült az élettér, a családtagoknak összezárva, szorosan együttműködve kellett a hétköznapi életüket megoldani. Egy ilyen szituáció még az egyébként jól működő kapcsolatokat is megviselheti. Az biztos, hogy az elmúlt években folytatott tájékoztató kampánynak is köszönhetően egyre több nő van, aki eljut odáig, hogy valaki ezt segítségért fordul, hogy felmeri ezt vállalni. Nyilvánvalóan, hogyha elég egyértelmű, mondjuk egy olyan erőszakos cselekményről van szó, ami már a rendőrség hatáskörébe tartozik, és azt bemeri jelenteni a rendőrségen, akkor az rendőrségi eljárás, tehát hatósági eljárást von maga után. Ezeknek a száma azért azt látható módon az elmúlt években emelkedik, de mondom, szerintem ennek az oka alapvetően az lehet, hogy a tájékozottabbak a nők, tudják, hogy kihez fordulhatnak jobban, és jobban felismerik ezt vállalni. Rengeteg információ van, ami ezzel kapcsolatos, hogy nem csak a rendőrséget, hanem milyen segélyvonalakat lehet hívni, milyen civil szervezeteket lehet fordulni, és élnek is ezzel a lehetőséggel. Tehát van egy emelkedő tendencia, de azért azt látni kell, hogy a esetek túlnyomó többsége az még mindig látenciában maradt, tehát nincs hatósági tudomás róla. Általánosságban női áldozatokról beszélünk, de a gyermekeket és akár férfiakat is érinti az érzelmi és fizikai bántalmazás is. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont munkatársai a korlátozás elején 20-25%-kal több hívást kaptak, mint az előző év ugyanezen időszakában. A szolgáltatás teljesen anonim, azonban ha fizikai segítségnyújtásra is szükség van, esetleg ki kell menteni az áldozatot, akkor tartózkodási helyet és elérhetőséget is biztosítani kell. Anonim a szolgálatunk, tehát nem is kell bemutatkozni nekünk, és azt sem kell megmondani a hívónak, hogy honnan telefonált, tehát éppen ezért nincsenek erre vonatkozóan információink, viszont azt azért talán megnyugtatásként el tudom mondani, hogy vannak krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve szélutasházak is az önök megyében. Utóbbiak egyébként olyan hosszú távú megoldást tudnak nyújtani az áldozatok számára, ahol lakhatást biztosítanak számukra, és ugyanúgy egyfajta szociális jogi segítségnyújtás zajlik, viszont védett körülmények között. Ebben a krízisközpontokban, titkos menedékházakban, illetve az emberkereskedelem áldozatai részére létrejött átmeneti szállásokon, szociális munkás, jogász, pszichológus, szakgondozók foglalkoznak az áldozatokkal, és az a céljuk, hogy olyan biztonságos megoldást találjanak, amely által nem az az út, hogy vissza kell menni a bántalmazóhoz, vagy a bántalmazói légkörbe, településre, városba, vagy nem feltétlenül, hanem egy olyan hosszú távú biztonságos megoldás, amely tényleg azt segíti, hogy egy új életet tudjanak kezdeni ezek a bántalmazottak. A sértettek többsége észre sem veszi, hogy ilyen kapcsolatban él egészen addig, ameddig ez már fizikai bántalmazásig nem fajul. Sok esetben olyan mértékű a függőség, hogy egyedül nehéz változtatni.